Köszönöm, elnök úr, a szót. Miniszter úr, nekem is lenne több kérdésem. Itt előttem Kulcsár Gergely képviselőtársam elmondta ezt a stadionokban tapasztalható rendőri visszaélést. Én annyival kiegészíteném, hogy ez nem egy egyedi eset, amit itt elmondott ez a hétvégű, hogy ezt a 7 éves kislányt lefújták a rendőrbuszba, most a rendőrök a szurkolói buszban, hanem folyamatosan évek óta tapasztalható, hogy a szurkolókkal szemben a rendőr úgy állnak hozzá, hogy bármit megtehetnek büntetlenül. Tehát már nagyon sokszor felemeltük a hangukat ebben a kapcsolatban, és meg szeretném kérdezni miniszter urat, hogy mit fog azért tenni, vagy mit tesz a belügyminisztérium azért, hogy ezt a hozzáállást megváltoztassa a rendőrökben, hogy büntetlenül a szurkolókkal, illetve akár mondjuk a nemzeti radikális tüntetőkkel szemben nem tehetnek meg mindent. Tehát folyamatosan tapasztalom azt, hogy egy tüntetésen, egy foci meccsen úgy állnak hozzá a rendőrök, hogy bármit megtehetnek. Ennek volt az eredménye ez, hogy ezt a 7 éves kislányt lefújták könnygázzal. Tehát meg lehet nézni, az interneten fenn van ez a videó, elég megrázó, és például Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke itt ül ebben a bizottságban, most sincs itt, ő neki kellett volna ezt a kérdést például többek között feltenni, de hát megtesszük helyette, hogy mi hozzuk ezt ide, ezt a témát, ha ő már nem találta fontosnak. Tehát kérdezem miniszter urat, hogy ebben kapcsolatban mi lesz mit kívánnak tenni. Tehát többek között tapasztalatom, hogy például van egy ombudsmani jelentés, és egy ombudsmani állásfoglalás 2009-ből, ami mai napig érvényes, hogy például a tömegtüntetéseken, demonstrációkon hogy lehet használni a rendőrségnek a kamerát. És folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy például egy tüntetésen a rendőrök folyamatosan törvényellenesen kameráznak, nem tartják be a szabályokat, nem veszik figyelembe ezt az ombudsmani állásfoglalást sem, hogy például kamerát csak úgy lehet használni, hogyha olyan eset történik, ami esetleg rendbontáshoz vezethet, vagy már rendbontás van, tehát hogyha teljesen békés a tüntetés, akkor nem használhatják. És amikor ezt mondjuk feltesszük ezeket a kérdéseket, akár jogvédők, akár mint én például, mint országgyűlési képviselő, akkor 99%-ban az a válasz, hogy ez őket nem érdekli, az ombudsmani állásfoglalás az nem törvény, és mehetünk panaszra a belügyminiszterhez például. Tehát akkor én most jöttem panaszra a belügyminiszterhez, és meg szeretném kérdezni miniszter urat, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspontja, mit kíván tenni ebbe az ügybe, hogy a rendőrök betartsák a törvényt, és például ebbe a képzésbe, amit említett, például ilyen dolgokra fogják-e képezni a rendőröket. A bírságolási gyakorlatot említette miniszter úr, hogy ezt én meg szeretném kérdezni, hogy bővebben, ha kifejteni, hogy miben változott meg ez a bírságolási gyakorlat, mert én, mint állampolgár, ezt annyira nem érzem, de miniszter úr, hogyha ezt kicsit bővebben kifejteni, hogy miben változott meg ez a állásfoglalás, ez a bírságolási gyakorlat. Illetve még egy konkrét esetet megneveznék, ez 2012-ben történt, gondolom nem kell bővebben kifejtem ezt a gödöllői macsétás rendőrnek az esetét. Gondolom tudja belügyminiszter úr, hogy mire gondolok. És vérlázító ítélet és vérlázító nyomozás volt ebben az ügyben, tehát bírósági... Képviselő úr, nem szeretném felhívni a szót? Nem elveszem, csak szeretném felhívni a figyelmét, hogy a belügyminiszter úr nem ítélkezési gyakorlatról nem tud. A nyomozás is vérlázító volt. Nem csak a, jó, akkor csak a nyomozásról beszél. Arról sem tud, mert arra meg az ügyész tudna válaszolni. A rendőri hozzáállás is vérlázító volt, elnök úr. Tehát konkrétan azt is meg szeretném kérdezni, hogy ez egy készeléti rendőr volt, és amikor ez az eset megtörtént, akkor a készeléti rendőrség parancsnoka miért ment le? Miért ment le Gödöllőre rögtön intézkedni, és miért próbálta kimosni ezt a rendőrt ebből az esetből, és miért úgy járt el a rendőrség, ahogy eljárt, és miért egyezkedett úgy ebből a rendőrrel Németországban, hogy jöjjön vissza nyugodtan, és nem lesz semmi bántódása. Hát elnök, miniszter úr, hát nem is lett bántódása. Két év felfüggesztetet kapott ez a rendőr egy emberülési kísérletért. Bocsánat. Ugye nem a tavalyi év eseménye ez a DVSC Ferencváros labdarúgó mérkőzés utáni garázda tevékenység.
Tessék? Igen, jellemző ügynek tekintem. Legelőször is ugye kialakult egy garázda magatartás. Kialakult egy olyan helyzet, ami rendőri beavatkozást igényelt. A garázda magatartást nem a rendőrség idézte elő, a garázda magatartást a rendőrség kezelni kívánta. A eddigi ismereteim szerint ma délre készül el külön jelentés a kislányra való tekintettel. A kislány közvetlenül a mi ismereteink szerint nem fújták le, csak abba a buszba tartózkodott. Igen. A következő, a buszban történteket kivizsgáljuk. Ennek a kivizsgálásnak az eredményét át fogom küldeni a képviselő uraknak, hogy ezt meg tudják nézni, hogy hogy van. De hangsúlyozom, hogy amit mondtam, 2012-ben itt ugyan úgy hangzott el, hogy a rendőrség a különféle demonstrációkban is erőszakkal avatkozott, nem történt meg, labdarúgó mérkőzéseken történt meg, ott meg úgy gondolom, hogy eddigi felvételek alapján minden esetben indokolt volt. Ide tartozik még a képrögzítés kérdése is. Akkor elkezdeni egy képrögzítést, amikor a cselekmény már megtörtént, mert azt lehet rögzíteni, ez lehetetlen, ez eső utáni köpönyeg. Tehát az, hogy mikor töröli a rendőrség ezeket a kérdéseket, ebben mi egyességben vagyunk az ombudsmannal, hogyha folyamatosan veszik és utána nem használja fel a rendőrség, hanem azonnal letörli, akkor erre lehetősége van, és ez is kiáll. Ha a szakértőknek majd külön tartok egy eligazítást, jó? Tehát nagyon szívesen. A következő, tehát az, hogyha tegyük fel a legrosszabbat, hogy valaki fegyvert használ a demonstráció során, és nincs bekapcsolva a rendőrségnek a rögzítőkészüléke, hogyan tudjuk ezt majd elővenni? Sehogy. Tehát én azt gondolom, hogy erre majd a későbbiekben, de nyugodtan jöjjenek be hozzám, ezt át tudjuk beszélni, nem én gondolom, hogy itt mindenkit ezzel kellene untatni. Bírságolási gyakorlat állampolgárként nem érzékeli. Ez azt jelenti, hogy ön gyakran szabálysértés, ugyanúgy bánnak önnel, mint egyébként? Nem, azt mondja, nem kötelező válaszolni a képviselőnek. Az szó szerint, hogy a bírságolási gyakorlatot állampolgárként nem érzékeli. Nem érzem. Olyan helyeken, ahol egyértelműen pénzszerzés miatt van kint, hogy nem érzékelem. Igen, például meg is szoktak büntetni rendőrök, igen, tehát igen, ezt nem titok, mint az átlagában a polgárról, tehát a bírságolási gyakorlat, megillett van egy csomó ismerősöm, mozgok az emberek, és egyébként amúgy igen, büntettek már meg rendőrök nem egyszer. Én a következőt tudom erre mondani. Magyarországon úgy vannak miniszterelnök megállapítva, meg felépítve ezek a gyakorlatok, hogy senki nem menekülhessen egyértelmű pénzszerzés céljából. Például rendszeresen vannak kint olyan helyeket trafipaxok, ahol nincs erre egyébként amúgy ok, hanem egyértelmű azért, hogy minél nagyobb összeget tűzöl a költségvetésbe veszed a rendőrség, és ezáltal egyébként az általában az olyan autósokat büntetik meg sarcolják meg, akik egyébként nem csinálnak olyan szabálytalanságot, amivel egyébként másokat veszélyeztetnének, hanem itt van egy kint vagyok 80-as táblán, nem mondjuk 100-0. Na most a következő, képviselő úr, a következőt szeretném elmondani. Először is, hogy ez a trafipaxos és ellenőrzési szabálysértési gyakorlat a közlekedésben, mivel közlekedésre sikerült leszűkíteni, hogy ez hogyan működik. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy 2012-ben 15 ezer személyi sérüléses közúti baleset volt, amíg 2009-ben 17 ezer. Halálos balesetek száma egy év alatt 752-ről 539-re csökkent 28%-kal, tehát ez azt mutatja, hogy a rendőrök a jelenleg meghozott törvényeket megfelelő módon használják. A rendőrségre soha nem szeretném azt rábízni, hogy a rendőr mondja a 80-as kereszttáblánál, amit szakemberek kihelyeztek, lehet menni 120-szal ő szerinte. Azt a jogszabályt viszont, amelyek alapján önt is, meg azokat, akikkel beszélt megbírságot, önök hozták. Tehát nekem egyetlen egy, a szabálysértési törvényt önök hozták. Tehát ha önök azt mondják,
hogy a 80-as táblát a 120-al lehet megcsinálni, ezt a jogszabályt meghozzák, én ígérem, hogy egyetlen egy rendőr sem fogja önöket megbírságolni. Én nem akarom a rendőrségre rábízni ezt, ezért van a parlament, kérem hozzák meg a törvényeket, jogszabályokat, vagy tegyenek ki 100-as táblát. Nem a rendőrség helyezi ki a közlekedési táblákat. Betartatja. Képviselő úr. A rendőrség betartatja. Továbbra is az lesz az elvárásom, hogy a rendőrség azokat a jogszabályokat, amelyeket önök megszavaznak, azokat a táblákat, amelyeket a szakértők kihelyeztetnek, vegye figyelembe és tartassa be. Ha önök mást akarnak, másképp kell megfogalmazni. Képviselő. Jöjjön el hozzám, és vitatkozzunk. Képviselő, élvezetesen vitatkozni, de nem. A miniszteri meghallgatás műfajába az nem fér bele, hogy ön időnként, mert nem tudja elviselni, úgy beleszól, és akkor időnként saját esetcsoportjaival kívánja itt. Azt nem tudja elviselni, hogy azt nem tudja elviselni. Én azt szeretném, hogy Még egy kérdés merül fel, ez a gödöllői eset, hogy a parancsnok miért ment ki kötelező, tehát előírás a belügyminiszternek, hogy a valakinek a beosztottja valamilyen bűncselekményt vagy egyebet ennek a gyanújával, parancsnoknak ott kell lenni. Tehát nem egyszer, hogy védje az állományát, ez is a feladata, másodszor, hogy a később évben meghatározza, hogy ilyen cselekmény eltörténse, ha parancsnok marad. Tehát egyben nem csak az állományt, magát is védi bizonyos mértékig, mert nyilvánvaló, hogyha látták a 2012-es gyakorlatomat, ugye 4 megyei rendőrfőkapitányt és mintegy 20 kapitányságvezetőt, azért, mert nem megfelelő módon tudták teljesíteni az elvárást. Nem követtek el szabásértést, nem követtek el bűncselekményt, nem az elvárásnak megfelelően teljesítettek. A teljesítmény idén is elő van írva. Aki nem ugorja meg a lécet, leveri. Tehát ezt mindenki tudja, későbbiekben is így lesz.